Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Lengyel-magyar két jó barát, és hogyha már két jó barát, akkor hát ha tudunk egymásnál bizniszelni is, de hogy ez így van-e, vagy nem így van, meg kedvezőek-e a magyar vállalkozásoknak a lengyel feltételek, ezeket fogjuk tudakolni a rovatunkban Gerendi Zoltánton, a BDO Magyarország ügyvezetőjétől, adótanácsadó partnerétől. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! No. Hát, amit mondtam, Lengyelország és Magyarország viszonya azért az nem olyan egyszerű, nem csak adójogilag, hanem gazdaságilag is, tehát ugye földrajzilag már eleve nagyon eltérünk, tehát a váltószám Lengyelország javára az 4:1 hozzánk képest, tehát körülbelül 38 millióan vannak, az közel négyszeresen, mint amivel mi vagyunk, és a területük is 312 ezer, az kicsivel kevesebb, mint a négyszeresen a magyar területnek. Azt kell tudni, hogy a Lengyelország az a 2004-ben csatlakozott EU országok, tehát a új tagországok, európai országok között a legnagyobb, és egyébként az EU-n belül is a 8. legnagyobb gazdaság, ami egy nagyon komoly pozíció. Tehát ők ebből a 38 millióból közel a csatlakozás óta 2,3 millió lengyel volt, ment külföldre, ami egyébként nekik egy probléma, de úgy tűnik, hogy ez a legkisebb problémájuk. Ez az emigráció, vagy ilyen kiköltözés, amelyet nem tudni, hogy végleges vagy nem végleges, az ő történelmük során a második legnagyobb, tehát ennél nagyobb csak a 3,5 millió kivándorló volt a 20. században az USA-ban, tehát ez egy nagyon komoly szám. Ebből körülbelül 500 000 a Egyesült Királyságban, közel 500 000, Németországban közel 350 ezer, Franciaországban, de a többi meg szétszórod Európában él, úgyhogy ez biztos, hogy probléma a lengyel munkaerőpiacon, ami hát nem egy egyszerű történet. De Lengyelország egyébként egy nagyon-nagyon jó gazdasági háttérrel rendelkező ország, sokat hallunk, és ez a magyar vállalkozásoknak igazából nem hogy lehetőség ott terjeszkedni, hanem igazából egy majdnem egy defenzív védekezés, mert a lengyelek rengeteg erőpozícióban lévő céggel bírnak, erre majd rátérünk. De az adottságaik is egyébként nem, tehát a ásványi kincsekben, mezőgazdaságban kiválóak, tehát ugye Sziléziát nem nagyon kell bemutatni, van ott minden, tehát amit el tudunk képzelni, széntől kezdve Európa egyik legnagyobb részkitermelői, hogy láttam, rénium, meg olyan dolgok kerülnek elő, amiről mi nem is nagyon hallottunk. Vasércük is volna, de azt igazából nem nagyon termelik ők ki, hanem inkább hozzák Ukrajnából és Oroszországból. Só, ezüst, szóval rengeteg minden van nekik, tehát egy ilyen majdnem ilyen Erdélyhez hasonló paraméterrendszer, vagy annál lényegesen erősebb. Egyébként azt a történelem során látjuk, hogy az acélgyártás, ami például náluk van, az a német autógyárakban és a cseh autógyárokban hasznosul. Tehát őnekik egy olyan gazdaságuk van, amelyik majdnem teljes vertikumú. Tehát mindenük van, gyakorlatilag nehézipartól át az egész könnyiparon keresztül. Na most a mezőgazdaságuk is hasonló, tehát egy a területi méretekből eredően egyébként nem olyan nagyok a termőföldjeik, de roppant hatékonyan csinálják. Az országnak a 30%-a egyébként erdő. Most a hegyeket leszámítva, és az erdőket leszámítva, rengeteg a tó, több mint 2000 tavuk van, de mégis úgy tűnik, hogy ez se akadályoz őket abban, hogy Európa legnagyobb burgonyagyártói és gabonagyártói, tehát aztán rozsdiát termelők között legyenek. Tehát és az egyben alapja a lengyel élelmiszeriparnak is. Tehát a Lengyelország gyakorlatilag majdnem minden iparágban nagyon-nagyon-nagyon erős pozíciókat tetszett. Ők egyébként, ami
kelet-európai térségünknek a fő indikátorai. Tehát ha a térséget nézik, akkor Varsót nézik, és ez egyébként például a varsói tőzsdén is látszik, ahol közel 500 cég van. Tehát itt azért ami egyik legmeghatározóbb tőzsde itt a régióban, tehát mi csak álmodunk ennyi cégről, igen. És ez nem csak az ország határ, vagy az ország méretek aránya miatt van. Ők azt mondják, hogy 2017-ben Európában ők csinálták a harmadik legnagyobb IPO volument, tehát ott ment el a legtöbb, harmadik legtöbb cég tőzsdére. Most ebben az ő adórendszerük egyébként hozzá kell tenni, tehát Lengyelország viszonylag jó költségvetéssel rendelkezik, az államadósága az nem olyan magas, tehát 50% körüli, a növekedése az irgalmatlan jó, 4,6% volt. Az adórendszer úgy néz ki, hogy erre olyan nagy hatást nem gyakorol. Tehát most a jövedelemadókkal kezdve, csak az áfát ilyen info szinten 23% vannak nyilván kedvezményes kulcsaik, de ez leginkább költségvetési bevétel, tétel a cigeket nem érinti. A társasági adójuk 19-15%, de hozzá kell tenni, hogy nekik korábban volt 14 ilyen zónájuk, ami 2026-ig még működni fog, ahol ők különböző modellekkel valamilyen mentességet kínáltak. És ezek gyakorlatilag működnek. Ami érdekesség például Lengyelország vonatkozásában, hogy az úgynevezett cégek közötti osztalékfizetés az náluk nem adómentes. Tehát az anya-leány cégek között igen, de alapvetően az egymás közötti osztalékfizetés az a cégeknél egyáltalán nem jó, 19% társasági adót kell ugyanúgy fizetni. Tehát ez egy ilyen, amit nyilván beszámíthatnak meg, van ennek egy elszámolási módja, de gyakorlatilag nem annyira jó. Az SZI-juk sem túl jó, 32%-os a legmagasabb kulcs, és van egy kulcs előtte 18%-os. Tehát viszonylag azt lehet mondani, hogy a lengyel adórendszerére senki nem fog elrohanni, amit viszont mi látunk így a hálózaton keresztül, meg a gyakorlatban is, hogy magyar cégeknek nehéz ott talajt fogni, és különböző iparágakban legyen az most élelmiszeripar, de szolgáltatóipar, kifejezetten védekező pozícióban vagyunk. Tehát szerintem Magyarországnak, Lengyelország nem hogy lehetőség, hanem inkább ellenfél. Tehát az igen bátornak kell lenni, mondjuk akár gyógyszeripar, vagy bárhol, ahol már föl tudjuk venni a kesztyűt, de a lengyelek nagyon-nagyon erősek sok-sok iparágban. Itt is Magyarországon is voltak beruházásaik, meg vannak is, de leginkább beszállítóként lehet velük találkozni. Tehát nekik azért ez a földrajzilag nem egy akkora távolság, hogy itt közvetlenül be kéne fektetniük. A BL színvonal nagyjából teljesen ugyanaz, tehát most ahhoz igen átgondoltnak kell lenni, hogy valaki most lejjebb jön egy 1000 kilométert, és itt hozzon létre valamit, tehát meg nyomosok kell, hogy legyen. De ettől függetlenül itt vannak a termékekkel. Tehát egy nagyon-nagyon erős gazdaság, egy nagyon robosztus háttérrel, és én azt gondolom, hogy az adórendszerüket leszámítva jók a kilátásaik. Tehát az adórendszerükön is nyilván még ez egyben egy lehetőség is, mert ezeken a kulcsokon lehet reszelni. Persze azt most hozzá kell tenni, hogy az EU is most az elmúlt időszakban, talán a februárban fogadta el Európai Parlament, hogy mégiscsak legyen egy közös európai társasági adóalapszámítási módszer, erről talán lehet, hogy érdemes majd külön kicsit beszélni még, de hát nyilván nem most ez egy hosszabb téma, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy Lengyelország egy abszolút figyelemre méltó ország, addig jó, amíg jó barátok vagyunk, de ők egy kicsit más ligában játszanak egy-két területen, mint mi. Hát igen, területileg is eléggé pozitív. Abszolút. Az ország ehhez, hogy nagy kikötők, ugye közel vannak az északi országok, Németország, másik oldalon pedig ugye a Baltikum, meg igen, Oroszország. Igen, abszolút jól látod, így van, Bani. Oké. És mennyire van területileg megosztva? Tehát mennyire Varsó-centrikus? Vagy ez egy kicsit így széttagoltabb, mint Magyarország? Tehát mondjuk a Gdanszki régió, Poznán, Krakó... Én azt látom, viszonylag egyenletes. Tehát én nem nagyon láttam ott ilyen elmaradott területet, de úgy nem néztem végig ezt a részt. Tehát hogyha ugye Szilézia az a délnyugati rész.
de pont ahogy mondod, gyakorlatilag minden területnek megvannak a sajátosságai. És én azt látom, hogy a Lengyelország óriási előnye a Németország közelsége, meg hát nyilván ami a hátránya is, hogy ők kelet-nyugati, ők pont a szendvicsben vannak, ugye? Igen. Gyakorlatilag ez egy probléma, de mégis úgy tűnik, hogy ez a lengyel-német kereskedelem és együttműködés baromi erős, tehát rengeteg mindent beszállítanak oda, és én azt gondolom, hogy ez nekik egy jó lendületet ad. Nyilván az ország nyugati része miatt valószínűleg fejlettebb, de én azt gondolom, hogy például a Fajparttól kezdve minden azok föld északon ugye hajógyártásról, egyébként ma is híresek egyébként a hajógyártásukról, tehát gyakorlatilag azok a dolgok nem álltak meg. Uh-huh. Tehát ezek nagyon, nagyon érdekes dolgok, tehát ők nem nagyon ejtettek el azokból a pozíciókból, amik nekik voltak a rendszerváltás után. Tehát egy nagyon érdekes vertikumú, nagyon erős gazdaság, és hát nyilván minket hozzájuk mérnek, és jó lenne ezen az 1-4-es változszámon valahogy javítani. Nyilván hát ennek vannak földrajzi és csomó, tehát létszámbeli korlátai is, de mindenképpen, ha ők őknek, akkor lehet, hogy mi megfázunk. Tehát gyakorlatilag körülbelül ez a ez a gazdasági arány. Oké, stimmel. Oké, Zoli, köszönjük szépen az információkat. Akkor megnézzük, hogy politikailag hogy állnak, ott kicsit vegyesebb a kép szerintem. Oké, köszönjük, jó munkát nektek. Köszönjük szépen. Sziasztok. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország adótanácsadójával, ügyvezetőjével, és megyünk tovább, Lengyelország a célországunk adóvilágrovatunkban. Wow, 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 wow. Bang, 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 feel the killer lane. Whiz on past, miss my head. Left turn, watch the crimson flow. Brother mine on the floor. Ching, 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 let the dollars go. Cause life ain't messing around no more. Stone cold, when they knock me out in the black of night, I heard them shouting. Murder. Yeah, in the black of night. Murder. Yeah, in the black of night. Right, wide, wide, up ahead, screaming sirens that I dread. No one but me to be a witness to this tragedy. Brother man with open eyes, single tear that he cries. Smiles at me and stands up tall in the black of night. I heard him shouting. Yay, back of night, I heard him shouting. Finds you here in this place, pale look now on his face. But before I could go, the villains they returned for more. The clock did stop dead on four in the back of night. Heard him shouting. Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Jó reggelt, szervusz! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Na, mi történik Kaliningrádban? Ez a nagy kérdésünk. Hát Kaliningrádban is zajlanak a be- és kivitelek, ott is orosz barátaink sok rakétát állítottak föl, ami nem volt mindig ott a rendszerváltás után, és azért ez Varsót nyilván eléggé megviseli, hogy egy ekkora orosz terület mellett kell neki próbálni megélnie, és hát a legutóbbi katasztrófa, amikor a fél kormányal együtt lezuhant Smolensk mellett a repülőgép,
ez se segítette a két ország. Az biztos. Igen. De volt ott egy szolidaritás, ugye? Igen, igen, de mégis az került inkább a címlapokra a világ sajtóban, hogy nem lehet lengyel haláltáboroknak nevezni a második világháborúban létesített koncentrációs táborokat, aminek az ügyében még az amerikai külügyminiszter is kénytelen keretlen meghajolt. Ez azt mutatja, hogy mintha lenne külpolitikai tekintélye a lengyeleknek. Nem is kicsi. Lengyelország a legnagyobb közép-európai ország, tehát nézd, egy 40 milliós nemzetről beszélünk, arról, aki 2008 után a legnagyobb gazdasági növekedést produkálta Európában. Tehát ebből a szempontból azért a lengyeleknek van alkupozíciója, ráadásul egy a 90-es évek elején elindult weimari háromszögnek a részei, akik a franciákkal és a németekkel együtt próbálják a keleti végeken tárgyalni a dolgokat, ugye részben a ukrajnai válságban is volt szerepe ennek a háromszögnek. Ez az, ami egyébként 2015 óta nem ült össze, hiszen akkor került hatalomra a PiS, a jog és igazságosság, tehát a Kaczynszki féle erő a parlamentben, és ez eléggé a másik két oldal, Párizs és Berlin nem engedte tovább. Viszont éppen most, múlt hét pénteken, amikor ott járt az új német külügyminiszter, erősítette meg azt, hogy esetleg hajlandóak folytatni ezt az új lengyel kormánnyal, ugye itt is miniszterelnök cserét hajtottak végre a tél elején. Tehát könnyen lehet, hogy ez megy tovább, és a negyedik Merkel kormány egy kicsit máshogy áll hozzájuk. Az tény, hogy ezt a haláltábor jelzős dolgot egyrészt elképesztő belpolitikai kommunikációs kampánnyal alakították, másrészt meg tényleg, hát gyakorlatilag, ha jól emlékszem, még ilyen teherautó hirdetésekkel is próbálnak érvényt szerezni nyugaton annak, hogy ez a gondolat egy picit jobban átmenjen. Most még a müncheni konferencián is sikerült beleszaladni a miniszterelnöknek abba, hogy újságírói kérdésre azt mondta, hogy a holokausztban részt vettek zsidó elkövetők is, aminek következtében még Benjamin Netanyahu is óriási tiltakozásba fogott, illetve az izraeli lengyel nagykövetséget forog keresztekkel fingálták ki. Tehát itt ez a csata azért még zajlik, itt mindenki igyekszik egy picit önmérsékletre inteni a lengyeleket, pláne úgy, hogy most volt ugye annak az 1968-nak az évfordulója, amikor még 20 ezer zsidók elöldöztek az országból. Azt szeretném még így megkérdezni tőled, Botond, hogy ugye a lengyelek két országtól félnek, mind a két szomszédjuktól, a németektől, akik ugye a történelemben nem egyszer és nem kétszer köszöntek be hozzájuk, és az oroszoktól, akiknek ugye szintén nincsenek jó emlékeik a szomszédságról, és ezért, mint hogyha így Európán belül egy kicsit ilyen külön utasak lettek volna mindig is, tehát hogy inkább az Amerikai Egyesült Államokhoz, inkább Angliához húztak külpolitikában, sem mint ugye az öreg kontinensen. Ők hogy állnak most az EU-ban? Hasonló a Magyarországhoz, ugye, mert minket tartanak elég nagy problémának, mármint Magyarországot és Lengyelországot Brüsszelben, de ha ezen kicsit túllépünk, akkor ebben a tekintetben mi a helyzet? Ugye őket vasút klasszikusan felhasználták a nagyhatalmi játszmákban, és erre nem csak, hát fizikailag nyilván a németek és az oroszok tudták elfoglalni, de emlékszünk, hogy a meg nem támadási és mindenféle garanciákat azért a franciák adták, amit aztán hát mérsékelten tudnak csak betartani, mondjuk akár a második világháború idején. Tehát ilyen szempontból Londonnak és Párizsnak is jól jött, hogy Németország hátába tudnak valakivel játszani. És ez most így a Brexit környékén látszik, hogy azért arra játszik nagyon Varsó, hogy a saját súlyát tudja növelni. Amire minden esélye megvan, tehát ugye a szavazati arányok változni fognak, ha minden igaz, 2019 márciusában, és ezzel relatív megnőhet Varsó szerepe, főleg ha képes egyébként a többi kelet-európai országot a maga mögé állítani, és erre nem látjuk a törekvést. Tehát ez egy nagyon izgalmas hiátus, mert igazából ha Varsó felméri, hogy neki még nagyobb a súlya, ha a baltiak és a visegrádiak tudnak mögé menni, akkor egy sokkal egyszerűbb dolga lenne mondjuk Berlinnel szemben. De sőt, hát gyakorlatilag ez az egész V4-nek sokkal egyszerűbb dolga lenne együttesen mindenki ellen, mondjuk így, vagy inkább mondjuk úgy, hogy saját érdekükben fellépni.
Így van, és itt viszont előjön az a feloldhatatlan probléma, hogy azok a kompromisszumok, amiket ezek az országok Brüsszelben nem tudnak megkötni, azokat általában egymással se tudják megkötni. Tehát itt a politikai kultúrának az a hiány, hogy kompromisszummal, de abban mindig lesz egy picike rossz, és messze lesz egy picike jó is, lehet tovább menni. Ezt Varsó szintjén se, tehát ha úgy tetszik, regionális szinten is nagyon nehéz megkötni, mert látjuk, hogy csak a teljesen win szituációkba hajlandók belemenni, romlott hús, migráns kérdés, egy-két infrastruktúra projekt, de azért nyilván ennél sokkal árnyaltabbak a nemzeti érdekek még régión belül is, tehát ott is ugyanolyan kompromisszumkultúra kellene ahhoz, hogy ki tudjunk állni együtt, vagy Varsó mögött. Milyen az amerikai lengyel viszony? Ez azért érdekes, mert hogy amikor ugye az öbölháború zajlott, akkor a második öbölháborúban a lengyel kommandósok már addigra hazajöttek, mire a CNN bejelentette, hogy háború van. Ez egy érdekes, és ugye múlhatatlan érdemeket szerzett Varsó azzal is, hogy hát ugye ezeket a vallató táborokat ő gyakorlatilag zokszó nélkül megalapította és működtette az Egyesült Államok kérésére, azért, hogy ugye az amerikai jogszabályokat megkerülve lehessen olyan módszerekkel információt szerezni a foglyoktól, amit hát ugye Lengyelországban elnéztek olyasmiket, amit az Egyesült Államokban nem. Most ehhez képest van mindkét országban egy populista elnök, vagy egy populista vezetés, inkább így fogalmazni. Így van, tehát a legtetején a politikai hatalomirányításnak látunk populista politikus, de mondjuk ami ilyen nagyon látványos, tehát az, hogy a három balti állam mellett Lengyelországban van ez az úgynevezett NATO forward presence, tehát az előretolt jelenlét, ami kifejezetten az oroszok elleni elrettentést szolgálja. Ezt egyébként először amerikai vezetéssel állították föl, de brit, román és horvát katonák is részt vesznek ebben. Tehát van egy nagyon komoly NATO jelenlét, van egy nagyon komoly fegyverzeti jelenlét, tehát szerelnek is össze fegyvereket, és éppen egy ilyen folytatásról tárgyalnak. Vásároltak Patriot rakétákat, ugye az egész rakétapajzsban érintett volt Lengyelország. És hát ez látszik az összes további lépésben is, hogy azért az USA a maga módján, még Trump is, ugye a NATO csúcsot 2016-ban ott tartották, ott ült le a kelet-európai államfőkkel, aztán később Trump is. Tehát ilyen szempontból látszik az, hogy adminisztrációtól függetlenül Lengyelország súlyát azt valahol még látják Washingtonban is. És főleg így, hogy az orosz kérdés ugye élessé vált, azért a lengyel szövetség az valahol fontosnak látszik. Más kérdés, hogy Trump ezt inkább Berlinnel szemben, vagy Moszkvával szemben látja esetleg jobban megfogalmazódni. Azért ezen ugye lehetne egy picit vitatkozni. És tényleg, tehát a német külügyminiszter második útja Varsóba vezetett, Angela Merkel éppen ma készül oda egyébként, tehát előkészítették múlt héten ezt a találkozót, úgyhogy azért abszolút látni, hogy a többi tényleg harmad-negyed akkora ország, ami még a régióban van, azokhoz képest a lengyeleknek bizonyos szempontból mennyivel egyszerűbb a diplomáciát, mint művészetet űzni, hiszen tényleg hát nem vannak a térképen láthatóak messziről, és annak ellenére, hogy van egy Kaczynszkijük, azért még mindig foglalkoznak velük, és címlapon vannak, és hajlandók a nyugati országok egy picit jobban lehajolni. Oké, figyeljük most, akkor. Hát a belpolitikai viszonyok nem is változtak, tehát továbbra is vezetnek, és a legnagyobb ellenzéki párt, ugye a polgári platform az ingeni 22%-on mozog, tehát belpolitikailag egyébként stabil a helyzet, annak ellenére, hogy zajlik ez az általatok is említett uniós vita. Ugye elsősorban az igazságszolgáltatás függetlenségének a kérdésében. Napról napra vannak fejlemények, bírókat helyeznek, hivatalon kívül vagy váltanak le, de ennek ellenére minden más az jól működik, a miniszterelnök Pikettit idézi, tehát ilyen szempontból azért itt is vannak érdekes újítások, és gazdaságilag mind az adózásban, amit megbeszéltetek, mind pedig a munkaerőhiányban azért látni azt, hogy a világpolitikában is ugyanúgy bekapcsolódik, nem véletlen, hogy ennyi ukrán friss munkaerő érkezett az országba, ukrán útlevéllel, néha lengyelül tudó. Az érdekes, hát ugye ugyanazt a folyamatot élik át, amit mi is, a lengyel munkaerő nyugatra vándorolt. Nagyon 4,4 nagy... millió lengyel, tehát ez az ország 10%-a, aki kiment. Aha. Azért ez egy óriási szám. Óriási, biztos, több, igen. Mint a mi arányaink.
És ezt el kellett kezdeni helyettesíteni, és ilyen szempontból számukra az ukrán válság tökéletesen más jelentett, mint Magyarország számára, vagy Szlovákia számára. Tehát tényleg nagyságrendileg 1 millió ukrán polgár lehet már Lengyelország területén a saját becsléseik szerint, akik részben már a munkaerőpiacon vannak. Tehát ez egy teljesen más felfogása ennek a történetnek. Hát de akkor Ukrajna ugyanúgy nem örül ennek az egész lengyel sztorinak, mint ahogy a magyar munkaerőpiaci helyzetnek sem. Gyakorlatilag mi szívjuk el tőlük az olcsó munkaerőt, olcsó idézőjeles munkaerőt. Így van, tehát Kijev szempontjából a restauráció, vagy az, hogy valamilyen módon is stabilizálódjon az ország, azért az egy nagyon távoli remény, pláne az oligarchák létezésével és a korrupció ellenes kezdeményezések egyre vérszegényebbé válásával. Tehát ott is megvannak ezek a gondok, de hát ezt majd egyszer Ukrajna kapcsán részletesen is megbeszélhetjük. Jól van, Botond, nagyon szépen köszönjük. Szép napot neked, jó munkát! Nektek is, hallgatóknak is, szervusztok! Szervusz! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel is átvizsgáltuk Lengyelországot, picit politikai szemüvegen keresztül. Előtte ugye Gerendi Zoli beszélt róla a gazdasági adóügyi szempontból. Adóvilág rovatunkban tehát Lengyelországban jártunk. Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.